Hello, srácok, sziasztok, hello mindenkinek, üdvözlet, itt vagyunk egy következő videóval, és ahogy megszoktátok, én Dani vagyok, és ja, igazából ennyi, amúgy milyen rég mondtam már azt, hogy én Dani vagyok, vagy valami, vagy várjatok, sziasztok, srácok, én, ja nem, ezt így szoktam mondani, sziasztok, srácok, én Dani vagyok, és íme, tényleg, vagy nem tudom most, hogy köszöntem be, elfelejtettem, nagyon-nagyon kezd romolni a memóriám, úristen, mindegy, na, sziasztok, srácok, én Dani vagyok, és íme, itt vagyunk egy következő videóval. És ja, jó van, kb. Negyedjére köszöntöm be ebbe a videóban, nagyon-nagyon ügyes vagyok. Na nem probléma! Szóval, elmondom ugye a szokásos dolgokat, hogyha akartok Pét Danis terméket venni, a leírás legalsó sorában megtaláljátok ugye a linket, meg ilyenek, és, vagy nem a legalsó, a legfelső, és ha tetszik majd ez a videó, akkor légy szíves, dobjatok egy lájkot, azt nagyon szépen megköszönöm, és nagyon szépen megkérek még arra mindenkit, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, mert nagyon sok subot el akarok érni, hogy minél hamarabb meg legyen a 100 000 feliratkozó, és az nagyon-nagyon király lenne, és ja, igazából ennyi. Na, szóval, vágjunk bele akkor a dolgokba, itt vagyunk egy faluban, ó, nem már, nincs itt kis, jaj, kis tóthagytam a másik faluban, na mindegy, itt vagyunk egy nagyon menő, faluban, szia Dani, tudsz jönni egy kicsit? Te szóltál? Ja, tudok jönni, de hallod, nem tudsz adni majd kaját, vagy valamit? Na mindegy. Szia, hello falusi, üdvözöllek. Nos, persze pillanat, oké, rendben van. Akkor nyugodtan írjál, én addig öszök egy kis vizet. Nagyon rég voltam, hogy ilyen, hogy videóba ittam vizet, de fáj a torkom, szóval, bocsi. Tudod, hogy van ez az új, van ez egy új falu, mi? Tudod, hogy ez egy új falu a számodra, ja igen, bocsi, igen, igen. Nem tudok már olvasni, na igen. Nyugodtan mondja tovább, én figyelek. 100%-osban, és tudod, hogy pontosan milyen? Milyen? Nem tudom, hogy milyen, de azt látom, hogy hó van a házadon belül, ami nem túl, izé, vallásos. Ó, ez egy vallásos falu, értem. Rendben van. Oké, nekem nincsen bajom a vallásokkal. De nyugodtan mondjad igazából a dolgokat. Amúgy nem tudom, és nekem templomba kell mennem. Aha, oké, rendben van. Oké, és nyugodtan menj el templomba, és el kell, hogy kísérjelek, vagy nem tudom. Elveled a farmászkodást? Jaj, hogy rám akarsz terhelni ilyen munkákat. Jó van, falusi, elvállom. Kedves leszek, mutasd, vagy adjál valami, nem tudom, akármit. Várj még, várok. Én aztán nem sietek, hogyha munkáról van szó, akkor nem szeretek sietni. De szerintem senki. Na mindegy, nyugodtan mondjad, igen. Igen, 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 amúgy mindegy, nem mondok inkább semmit. Nyugodtan írkál, én csak annyit kérnék, hogy majd egy izét, ezt a búzát Isten ültette. Aha, igen, persze, értem. Igen, okés. Én ezt elhiszem. Rendben van, és akkor gondolom, hogy nem szabad, nem tudom, izé. És aki learatja, áldás szár rá. Ó, az menő, oké, rendben van, hát akkor learatom. Jó van, köszi szépen a tippeket. Nem tudom, én igazából kaját akarok gyűjteni, ó. És sok jó dolgot tettél, megérdemled, hát köszi szépen. Itt van közben egy hajléktalan, szia hajléktalan, majd adok búzát, hogyha jövök, jó? Kedves ezek, ó, Stanley, milyen aranyos ez a kis izékutyus. Majd hozok neked búzát, jó? Most megyek farmászkodni. Na jó, merre van a farm? Na várjátok, ó, arra van a farm, okés. Amúgy a kovácshoz be kell néznem, mert nem tudom, nagyon jól lenne, ha valami kaja ott lenne nála. Esetleg, hát nincsen semmilyen kaja, na mindegy. Jó van, akkor arassuk le a búzát, legalább lesz izénk. Királyság, hát igen, olyan búza, mint az összes többi kb. Igazából, ahogy látom. Szóval, ja, arassunk le jó párat, és adjunk majd a szegény hajléktalannak meg ilyenek. Mi a? Ez mi? Mi van? Na várjatok, ez mi? LOL! Fiatal ember. LOL! Mi van? Na jó kiégek! Hello! Szia! LOL, ez menő! Hallod, ez menő? Te vagy a szerencsés! Ó, köszönöm! Tudsz varázsolni egy sárkányt, légy, hogyha megkérlek? Nagyon jól esne meg ilyenek. Meg kaját is kaphatnék, légy. Jaj! Bocsi! Jaj, oké. Köszi, tudsz adni kaját? Mert, ja, várjál, hátrébb megyek, mielőtt varázsolsz. Mielőtt izéit villámozgat, mert mindjárt megölsz engem a villámokkal. Vigyázz, jó, vigyázok, inkább ide jövök mögéd, jó? Itt csak nem esik bántódásom. Oké, csak nyugodtan. Oké, király. Ezt láttam, hogy kidobtad, na mindegy. Menőzik azért, hogy villám. Köszi, köszi szépen. Na, jó van, akkor én nekiállok, srácok. Mekkora menő már? Illúzió, aha. Igen, elhiszem. Na mindegy. Kura már! Na csinált nekünk izét a búzából gyémánt tömböket. Ez nagyon OP. Na várjál! Tudod mit látod? Várjál, kövess engem az Isten! Gyere! Nézd, milyen kedves vagyok! Várjatok, hol van a...
Hajléktalan, hol volt? Valahol itt volt. Várjál, mindjárt megtalálom. Itt van. Ó, hello, hajléktalan úr. Itt van, nézze, 8 darab gyémánt, belerakom a chestjébe. Gyémántöm? Várj, átlagítom sima gyémánt topká. 64 gyémántot kap tőlem, most már nem lesz hajléktalan. Húhú, meg kap kaját is amúgy. Kapta egy csomót, maga Isten valóban? Nem áll, hogy mindenki lát téged, ez így nem buli. Azt tudom, hogy csak én látlak, vagy valami. Na mindegy. Csak be van neki öltözve, nem az igazi. Nem áll, most leplezted magadat. Azt mondom, hogy ilyen átutazóban vagy, és csak én láthatlak, vagy valami. Na mindegy, jó van, kövessük akkor őt. Mi az? Mi történik? Milyen kedvesen, hogy bevitte valami házba őt. Várjál, eddig felszedem minden a havakat. Ez mostantól a te házad. Ó, milyen menő már. Boldog karácsonyt. Lol, adott neki egy házat. De aranyos. Ez az Isten tök jó fej. Amúgy nem azért mondom, de ő az első jó karakter, akivel konkrétan találkozok szerintem. Hallod Isten? Te vagy az első jó karakter, akivel Minecraftba találkozok. Ez amúgy nagyon-nagyon szép teljesítmény. Meg ilyenek, nem mindegy, biztos, hogy egy gyémánt tud bányászni addig. Meg igazából bőven van itt minden cucc. Ez itt amúgy mi? Áldásom miatt mindenkit legyőzöl, aki gonosz. Ó, tehát neked köszönhetem, hogy mindenkit legyőzök meg ilyenek, akkor jó, király. Ez amúgy mi? Ez amúgy mi itt? Mert nem vágom. Na várjátok, beledobok egy széket. És... én nem csalódtam benned. Köszönöm szépen, én se benned. Hát ez nem nagyon működik. Nem tudom, hogy ez mi, de mindegy. Jó, én szedem a gyémántokat, amiket így adtál nekem. Már nagyon kedves vagy. Mondjuk nem tudom, mit mondok a farmásznak. Van még egy ajándékom számodra. Várj ott. Ó, még egy ajándékot kapok. Jaj, de menő. Jó van. Várok. Én nagyon-nagyon szívesen várok. Húsácok. Azért erre viszont én nem gondoltam volna, hogy random megjelenik Isten és átváltoztatja az izét a búzát gyémánt tömbökre, meg ilyesmi. Azért ez viszont tényleg baró, meg minden. Szóval, ja, na mindegy, kíváncsi vagyok, hogy most tudom, hogy mit fog nekünk adni. Evli, még van valami kis meglepetésem, hogy ezt a gyémántot, amíg én innen kiszedem, az rengeteg idő lenne, szóval biztos nem fogom mindet kiszedni. De amíg visszajön, addig bányázgatok, hogy legalább csináljak valamit. Meg ilyesmi, meg majd kisnek amúgy erről mesélni. Majd kisnek megmutatom ezt a videót. Őnek biztos, hogy nagyon tetszeni fog, ő is azért meg fog szerintem lepődni. Meg mindegy, nem tudom, sászkutya, itt a házadban, jó, mindjárt jövök, de addig elmondom, sászkutya, ti is meglepődtetek ezen az egész dolgon, akkor nyugodtan dobjatok egy lájkot. Én nagyon meglepődtem. De mindegy, na gyere, várj, jövök. Jövök, na mutasd, mi az? Illetve a kutyának sok hús. Mi az? Szentelt víz, ó, adott nekem valami szentelt vizet. Köszönöm, meg Kisnek hozott egy csomó kaját. Ó, de kedves vagy. Köszönjük szépen, kedves Isten. Jó, mindegy, tehetek amúgy még valamit izét? Megihatod. Ó, oké, rendben, várj, add ide. Add ide. Köszönöm. Na, és akkor most mi lesz? Lol, végtelen regeneráció. Ez milyen menő már? Nem már, ez nagyon jó, na várjatok. Leesek valahonnan, le akarok esni valahonnan. Várjál, mindegy, úgyis van egy csomó gyémánt tömböm. Nem. Aha, tehát értem. Tehát nem is fog rajtam semmi. Wow! Nem bír engem megütni. Ez nagyon... Várjál, villámozz belém, léci. Villámozz belém egyet. Gyere. Elnézést, nem para. Villámozz belém, úgyis már megszoktam. Na. Nem sebződtem semmit. Ez nagyon menő. Ez nagyon... Jaj, azért ennyire ne. Jó, oké. Nem sebződök, srácok. Milyen menő már. Adott nekem egy ilyen pozit. Ez nagyon boró. Kösz szépen Isten. Na. Hát jó. Oké, legalább veled is találkoztam meg ilyenek. Örülök, remélem jóra használod a hatalmat. Hát, ja, biztos, hogy arra fogom használni, ezt nagyon menő lesz, megmutatom majd kisnek. Hol a falusi? Mi? Ja, itt van. Hogyha rá gondolsz, itt van egy falusi. Szia, hello, amúgy itt van a búza, amiket leizéltem, leszedtem, de átlakult gyémánt tömbé, meg ilyeneké. Eléggé durva, amúgy ha mutassam be neked az Istent. Kedves falusi, maga küldted Anit? Hova küldtelek, vagy mi van? Igen. Mi? Ja, hogy te tudod? Ja, hogy ő tudja? Maga Isten valójában? Ja, hogy ő tudott róla, hogy ja, tényleg ő mondta, hogy ilyen áldott búza, meg ilyenek. mindegy. Igen, ő küldött amúgy, hogy arassam le a izét búzákat. Dani, ő jár templomba? Aha, azt hiszem, igen. Azt hiszem, mondta, hogy szokott járni, azt hiszem. Meg ilyenek. Azért hagyta ki most az aratást, rendben. Aha, értem, szóval így most mindenkit így leellenőrzöl, meg ilyenek. Eléggé. Ó, neki is ad szentelt vizet. De kedves vagy. Mennyire kedves vagy már? Hát, oké, mindegy. Jó fej a kedves Isten, aki most így jött izélni. Hát mindegy, Isten, még van valami dolog, amiben kell neked segítenem? Vagy bármi, igazából? Vagy akármi?
Mindenkinek áldott boldog karácsonyt. Ó, köszönjük szépen, meg ugye nézőknek is, akkor jó. Mindegy, Isten segíts kiköszönni akkor a videóból. Hát srácok, ez egy meglepő videó volt, igazán nem gondoltam volna, hogy ez lesz. De neked meg még van egy feladatom. Na, mi ez a feladat? Jó, mutasd akkor. Akkor mégse köszönünk el. Van valami feladatom még elvileg. Mutasd akkor meg nyugodtan. Hogy fent az egekben. Mi van? Mi van? Ez egy fent az egekben. Nincs ott semmi. Nem látok ott semmit. Ha látsz egy lovat, lovat a lovamat. Mi van? Szólj kérlek. Nem fogok szerintem lovat látni, de szólok. Jól van, srácok, köszönjük, hogy itt voltatok. Ez nem tudom, mi volt a végre, de mindegy. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot. Elvesztettem, sajnos, jó, mindenféleképpen szólok. Köszönjük, hogy itt voltatok, srácok, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Csekkoljátok le a többi videómat, és nyomjatok meg a csengőt, meg ilyesmi. Ó, kaptam még egy ilyet. Ezt majd kisorsolom valamelyik nézőm között, aki lájkol. Na ennyi, szóval tényleg, legközelebb is köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!